Azt oda veszed abba? Amikor köhögtél, akkor esett le ide ez, és nagyon ilyen. Azt hittem, hogy belőled jött. Sziasztok, kalandorok! Szóval itt vagyunk a Vault 51-ben, és kezdjük a Witcher játékunkat. A mai napon a magyar kormány bejelentette, hogy a koronavírus miatt lezárják az összes mindenféle szórakozó helyet, azaz hát háromig lehetnek nyitva. Most a Vault alapvetően 2-kor nyit, szóval nem lesz nyitva a Vault. 60 napra lezárják a helyet. Úgyhogy nem tudom, hogy pontosan mikor fog kimenni ez a videó, de értesítünk benneteket mindenről is, addig rendezvényeink nem lesznek, a nyári táborunkat abba bízva, hogy addig feloldják a koronavírus miatti tiltásokat, és egészségessé válik a környezet, azt a továbbiakban is szervezzük, és a vírus... Ez tényleg nem direkt volt. Az a baj, hogy neked már ezekben nem hisz. És a vírus közepette is, ettől függetlenül mi itt vagyunk, hát úgymond így stylishly fitting, hogy igazándiból egy atombunkerben ülünk és várjuk ki a tömegviharokat, csak most nem az atomcsapások miatt. A karaktereket már ismeritek, de ettől függetlenül itt van velünk Ungvárszky Daniel, aki hozza magával a Bazangorf Junior csodálatos törpe bárgyát, ugye? Aha, az jó lesz nekünk, szuper lesz. Illetőleg itt van velünk Kamilla! Ja. És szia Kamilla! Szia Kami! És Kaminak a... Nevem Sera. Igen? Sera, igen, azt tudom, a Sera az megvolt, az nincsen baj. Mi vagy te pontosan? Én? Jött ilyen alvilági... Á, jó, hagyjuk, oké, szuper. Itt van velünk Kelemen, aki hamarosan visszarepül Németországba, úgyhogy nagyon gyorsan kell, hogy meséljek. Meg itt van velünk Mörli, aki most már egészséges, ő is, és jól van, és nagyon boldog, és büszkén várja a medve ember Witcher Olafjával, hogy akkor mi történik pontosan. És akik nem hallották az előjátékot, azoknak egy nagyon gyors összefoglaló. Az előjáték során a kalandozóink, ez nem az a játék. Take two! Tehát a játékosok, ők alkut kötöttek egy északi lorddal, egy bizonyos All Geared One Everekkel, azzal kapcsolatosan, hogy az ő szeretett hölgyét, szívének választottját visszahozzák neki messzi Oféri földről, amit hát sikeresen megtalálta a kis csapatnak a hajós kapitánya, és hát ki is dobta őket a semmi közepén néhány kilométerre a misztikus fővárostól, és hát ide tartotok, hogy hát effektíve egy Ofir hercegnek a palotájából kiraboljatok egy hercegnőt. Igen, konkrétan. No biggies, it's gonna be fine. Konkrétan ez lesz, és ugye a hajóút az 6 hónapot vett nekünk igénybe, úgyhogy ha nem hallottad a tanulójátékot, akkor azóta már úgyis lehetett fél év. Mármint, hogy nem in real life. Bár hozzáteszem, hogy 3/4 év, vagy egy éve szerintem már egyszer nekiálltunk egy Witcher felvételnek, ugyanezzel a csapattal, csak aztán technikai okok meg egyéb dolgok miatt végül az anyag használhatatlan lett. Az lett volna egy harmadik. Az most volna a harmadik játékunk, igen, az egész csatornán. A Star Wars után lehet volna közvetlenül, úgyhogy jó. Igen, de azóta aztán... lehet új sztori, új karakterek, új minden. Ja. Kijött a Witcher sorozat, és társai... Emiatt egy picit már tudom, hogy mi van. Igen, a jussát várja a vaják. Igen. Ezt tudja. Okay. Egyszer nyögd be, és meglátod, mi lesz. Jó. Szóval, hogy ez az alapja az egész mi kis játékunknak. És hát egy ilyen sivatagos, sziklás terepen vagytok igazándiból. A tengerparttól egy nem tudom fél kilométerre már besétáltatok, és van egy út, amit éppen követtek, ennek a mentén haladtok előre. A pillanat csak leírom, hogy is néz ki. Igazándiból a magasabb sziklák azok hosszabb árnyékokat vetnek. Nagyjából ilyen reggel 10 óra, fél 11 van, tehát nincsen még olyan messze a napba. Láttok több karavánt, akik tőletek így bal oldali irányba mozognak, de fegyvereseket nem igazán láttok velük együtt. És hát igazániból ennyi van, szép. Kellemes meleg kezd lenni nagyon. Na, azt akartam megkérdezni tőletek, hogy most fél évig össze voltunk zárva egy hajó. És előtte egyáltalán nem ismertük egymást. Most ez alatt a fél év alatt mi az, amit megtudtunk egymásról? Ki mit osztott meg a többiekkel? Vagy mennyire
engedtük egymást közel magunkhoz. Szerintem azért ismeritek egymást eléggé jól. Tehát akkor tudunk arra hagyatkozni, hogy egy emlékszem, hogy karakterkutatás, hogy ebben jó voltál, akkor a karakter nagyjából tisztában van, hogy abban valószínűleg jó. Az, hogy miben jó, meg miben nem jó, abban ilyen szinten talán nem, de az a része az biztos, hogy megvan, hogy mondjuk neki van egy fia, az, az a része, az tuti, illetve az, hogy szokott, szeret ismerkedni. Nekem is benne van az elősztorimban, hogy szeretem a prostitúciót. Igen, úgyhogy mind a ketten... Kacsint! Mind a ketten szerettek egymásnak fizetni. Ma én fizetek neked, holott te nekem. Figyelj, de tehát amikor már egy rituáli részévé válik, tudod, akkor már nem akarsz rajta változtatni. Akkor már benned van, hogy fizetek, és akkor utána kell, hogy úgy jól érezzem magam. És ha nem fizetek, akkor már olyan fura lesz. Ne akarjátok megtudni, hogy honnan tudom. Szóval, róla az biztos, hogy tudjátok, hogy ugye Mahakamból származik. Te biztos, hogy meséltél így nagyjából így a Witchereknek az életviteléről, hogy, hogy hogyan kezelnek benneteket, hogy azért nem nincsen olyan hülye jó sorotok. Hát hármas az empátim, úgyhogy valószínűleg annyira nem érdeklődtem senki után. Igazából a hármas empati az azt jelenti, hogy meghallgatod őket, de nem igazán... Érdekel. De nem, érdekelni érdekelhet, csak nem tudod megérteni őket. Ja. Tehát az inkább az, ami fontos. Ezt akartam mondani, hogy én valószínűleg nem érdeklődtek utánatok, mert nem kérdezősködtem, de hogyha ilyen csoportos beszélgetések voltak, vagy hallottam, akkor azt úgy próbáltam megjegyezni. Valószínűleg nálam is valami ilyesmi van. Na, mindenki a passzív. Köztetek valaki, aki indított egy jó kis... Én még soházást a fedélzetem. Hogyha van elég alkohol, simán üdít. Ja. Jó. Ja, igen, mert te meg iszol. Yeah. Szexelő, de nem beszélünk. Jó. Fél év után valószínűleg már nem vagytok meglepődve a félmedveségemen. Elfogadtam. Láttam már furább dolgokat is. Merlin is furry. De akkor egy vip. Mi? Jó, oké. Okay. Cut! Szóval, ezen az úton szépen haladtok előre. Igazándiból örültök, hogy végre hosszabb távon is szárazföldön vagytok. Amit egyértelműen hallottok, az az, hogy viszonylag nagyobb morajlás jön. Egy ilyen sziklás, magas sziklás falakban zárt ilyen kanyonban. Ez egy tenger morajlás? Nem is feltétlenül tenger, inkább városi morajlás. Tehát, hogy hangosabb beszélgetés, kiabálás, ténylegesen egy ilyen aktív életnek a hangja jönnek szemben. És hát az első valaki, akit láttok, az egy kicsi ember. Pici. Jó esélye helyi ruhákat visel, és van egy kicsi ilyen kereskedő kocsit húzat egy összférrel, ahogyan, hát félig legyorsuljátok ez vele, ami elsőként feltűnik, de ahogyan elkezdtek felzárkózni mellé, megáll, látjátok, hogy a köpenyt így ledölti a válláról, befordul a szekere mögé, és így... Hát gyertek már ide, gyertek már ide, hát adom el nektek ezt is, meg ezt is, meg ezt is, hát jó uram magának, biztos, hogy kellene valami ebből, vagy abból, vagy abból, hát bármi eljön már, biztos, hogy ez valami jó. Na! Dobberő van. That was easy. Még dobni se kellett, nagyon jó, szuper. Oké. Okay. Dobverő van, ez volt a kérdés. Dobverő, hát persze, hogy lenne, hát milyen fajta kell, hát nagy, kicsi, még nagyobb, ezért. És így látod, hogy hogyan van ez a szekérnek a felső része, az emberünk az így benyúl alá, és látod, hogy így kiforgat kettőn asztalrészt, és rácsap egyet az összvére, hogy álljon már meg, és azzal a lendülettel látod, hogy elkezd mindent oda szórni arra, de ilyen minden kocat, amit el tudsz képzelni a világon. Látsz! Mit tudom, legyezőt, tükröt, ilyen kézi tükröt, látsz különböző ilyen jó esélye olaj, vagy valamilyen fajta ilyen balzsamos ilyen kis üvegcséket, vizes kancsót, nem tudom, hogy is ez. De látsz közte dobverőt is.
és így elkezdi mutogatni neked, hogy és ez is kellhet, ez is egy nagyon szép, így ki lehet nyitni szépen, és akkor lehet vele érezni magát az embernek, hogy pedig ezt odébb rakja, és akkor az is lehet, és akkor ezt ide lehet tűzni a fejben, nagyon-nagyon szép lenni, vagy a hölgyek esetleg bátran, és azt se tudod, hogy kerül oda melléd, de valahogyan így át tudsz forgatni konkrétan, csak így átkorod, és így jaj, bátran, nézze meg ezt is, hölgyem, ott milyen szépen néz ki benne, nézze már meg, ez hogyha úgy van, akkor még le is lehetne egy portrét festeni magáról, csak így a tükrön keresztül, biztos, hogy tud ilyen, hogy olyan esetleg uram, bármilyen fajta esetleges kérdése van, vagy bármilyen, de nagyon szívesen segítek magának, de igen, dobberőnél tartottok ilyen szóval, mennyit adná érte, egy arany, kettő, három, mivel lenne szüksége pontosan, milyen fajta nagy, kisebb, nagyobb, miért is sem mélyet, hangosat, kérdés. Van bármi, amit meglátok, és nagyon-nagyon tetszik nekem. Mondjuk jobban, mint a sajátom, ami valószínűleg már egy picit elhasználódott, kicsit többezett aha, aha. Figyelj, egy jóféle trade dobást erre kérnék. Miben? Trade. Már is nézem neked pontosan. Ha van fine artsod, akkor például azt dobhatná nekem. Vagy gambling. Jó, hát fine arts 4-es. És ez miből megy? Fine arts empathy-ból megy. D10 plusz az. Tehát 8-at fogok hozzáadni. Így van. A 8 az 16. 16, szuper. Az tökéletes, nagyon jó. De az átlagos célszám az ugye ilyen 6-7-8, tehát hogy azért nem kell emiatt aggódni. Jó. Mennyi volt még egyszer? 16. Jó. Hát nézd! Ne, bocs, az alap célszám az 10-13 között. Inkább bocsánat, ez is a skilleknél, ez is kevertem. Nem, mert az emberi átlag az ugye 5 mindenből, és igen. Akkor mondjuk, hogyha értesz valami, azokhoz mondjuk egy 2-es, 1-es. Olyan 6-7-ről indul. Ja, igen. Ja, és ilyen, akkor még erre dobsz a D10-13-os. Mindegy, rendben megvan. Ami rögtön feltűnik, az látsz egy ilyen hosszú kás, valamit, mint egy olajlámpás lenne. Illetőleg látsz ezen felül több ilyen furcsa alakú tokot, amik a szekerén vannak még az öregnek. A lámpás az első, ami eszedbe jut, az az, hogy ebbe gym van. Csak dobverő érdekel, semmi más. Csak dobverő érdekel. Dobverő? Igen. Dobverő. Pil. Lehet, hogy fölhúz a ponyvát. Betugrol át teljes erőből. És így elkezd kutakodni közte. Nem a szekérnek egy lécét fogja kidörni. Mörd DV kasztalából. Spellcastingot dobja nekem közben. És hát igazából azt látod, hogy egy ilyen horgas alakú dobverőt itt tényleg. Ami úgy néz ki elsőre, mint hogyha egy fából készült feszítővas lenne. Csak ez fából van. Ez szép ilyen sötét fában. Ez még az ők dédapám hagyta rám egy nagyon-nagyon szépséges darab. Kikiáltási áron mondjuk nem tudom... 2000-est? Mennyi pénzed van? Mennyi pénzed van? Ilyen 30-40 arányú. Potom pénz. Kipróbáltam? Persze, hogy tessék pálcsolja, vagy bármi magának esetleg bármilyen szépséges kelléket, ahogy ne... Ez a legyező mennyibe kerül? Legyező? Itt amelyet legyen, csak magának. Egy ezüst. Egy. Magának fiatal ember mit dobott? 18-es dobtam, hogy érdekli. 18-es, lámpás neked is feltűnik. De... Valami ékszert szívesen vennék meg. Az a lábas is... Ékszer! Ki mondta a varázsszót, kedves fiam? Hát mitől tárt? Benyúl megint. És látszott, hogy egy ilyen sejempárnát húz elő, amit bármilyen ékszert, amit el tudsz képzelni rajta van. Fülbevaló, nyaklánc, kárperec, pokaperec, újperec, nem tudom én milyen perec. Ezt is lehet, azt is lehet. Aranyból, gyémántból, rubinból, smaragdból, csillog, villog. Meg ezt is! Meg engem is meg lehet venni! Köszönöm, önkér! Valami egyszerűbb ezüst kitűzőt esetleg, meg az a lámpás, mert jól néz ki. Azt így ocsóért... Ó, a lámpás az különleges! Állítólag lakik benne Gin-Gin!
Amúgy meg a kitűző ezüst pil lerakja, és így látszott, hogy nagyon fejest ugrik a szekérbe, és majd turkálni mindenbe. Jó, meg akarod nézni eddig a lámpást? Meg akarom nézni a lámpást, nem akarom kinyitni, csak hogy óvatosan vagy facsimban. Közben kérdés, hogy a kettes Witcher tréninggel nekem föltűnhet bármi azon a lámpáson? Nem piszkálom hozzá, én csak egy fél lépéssel hátra vagyok, és csak nézem őket, de hogyha látom... Tisztában hogy... vagy vele egy dzsin bármilyen fajta edénybe, ami zárható, azt egy mágus be tudja csukni oda. Jó, viszont akkor ugye ő mondta, hogy valószínűleg lakik benne egy dzsin, azt így ránézésre esetleg meg lehet ítélni, hogy tényleg lakik benne egy dzsin? Hát hogyha le van zárva... Akkor valahogy egy pecsét valahol. Igen, akkor pecsétel ezzel, köszönöm. Hát akkor így... Hát igazán is azt mondom, hogy a vállalat fölött, hanem a fejed fölött szerintem a kettő, mint a 30-ammal. Így viszlatom, ahogy nézed a lámpást. Hát én is akkoratom, de hogy... Mind a ketten megtaláltak ugyanazt, és tényleg le van zárva egy mágus pecséttel. Ó, hát akkor én ezt megvenném. A Tatter eközben elő másik visz. Ez is megvan! Kanál! Nem jó. Eldobja hátra le a szekérről a bránzba. Visszaugrik bele fejjel. Visszaugrik fejjel? Nincs a szél. Fogom azt a lámpást és benyomnám a zsebembe. That's cool. Jó, szuper. Addig lehet, hogy rosszal van, ráncolom a szemöldökömet a bondáv alatt. Hogy kacsintok rád együtt. Jó, figyelj, igazándiból ezt nem hiszem el, hogy ezt betolod. Jó, ez egy jóféle disguise lesz. Mi? Disguise. Hát jó, hát az úgy nincs. Akkor ez -2-vel és craft. Bakker. De 9-es dob. Az 12 összesen. 12 összesen. Az nötszös. Csak sima craft, nem mennyire skill. De disguise lenne, és csak nincs, nekem nincs meg a disguise skill. Aha. -2. Jó. De elbújj. Hova a francba rakta megy? Nem nyúkkel lerakja? Ki se néz konkrétan, csak így kimutat. Hogy? Ja ez! És egyen előmászik, látjátok, hogy egy ekkora, hasonlóan kinéző ládikót, csak nagyjából így ekkora, ezt levonszolja róla, belerug egyet, tele van ez isten. Jól megy magának az üzlet, látom. Ha, jól örökelek! Szóval, mit kéne havónak? Egy ezüst kitűző a köpenyemnek. Hát csak ennyi, beletúr. Ez nem az. Ez jó. Odaadja. Jól néz ki. Egész jól néz ki. Akkor jöhet. Szuper. És mit tervez az olaj dzsinnel? Dzsinnel? Én csak ezt az olajlámpát szeretném még megvenni a kitűző mellé. Ja, az! Mennyit érjen ez? Nem tudom. 20 aranyat talál? 21. Ám legyen! Egészségére, Bástya! Jó lesz! Segítem? Segítem? Én várjam. Nekem még nálam, én elkértem tesztelésre dobverőt. Jaj, de becsületes a fiatalember maga, ha mondja csak mi kéne magának. Jól szól? Jól. Jobban szól, mint az eddigi? Igen. Kérem. 3 ezüst. Helyes. Segítő? Szeretne bármelyikőtök rám rosszalúan vagy értetlenül nézni? Nem. Oké. Okay. Pingó sincs a dobolásra, teljesen elfogadó. Akkor zsebre rakom és hátrébb állom. Szuper! Visszaporítja az egészet, lepedesdő. Fölemeli ezért. Szép napot! Öröm volt az innen üzletelni. Megyünk! Elhalad. Hát ez intenzív volt. Mit tervezel csinálni a dzsinnel? Azt, hogy tudod, hogy veszélyes jószágok? Hát
De hogyha megfelelően bontom ki ezt a kis ajándékot? Nem egészen. Akkor lennék mindannyian a legnagyobb biztonságban, ha most hajtanám be a tengerbe. Azért a három kívánság az nem kap? Az nem, de szeretik kiforgatni. Meg vigyázz, mit kívánsz. Azt természetesen tudom. Hát majd óvatos leszek. Ilyen, szeretném előre bejelenteni, hogy innentől kezdve a félszememet rajta tartom, és ha bármikor is a lámpás irányába nyúl, akkor én pedig a kardom irányába. És készülök a legrosszabbra. Ja. Azt én szeretném megnézni, hogy hova teszi ezt a lámpás. Zsebembe. Jó, taktics dobást kérek. Taktics? Az sincs. Jó, az miből jön? Ne számolj. Intelligence. Oké, okay, akkor ez 12. Az nagyon jó. Szóval, kiket. Szóval, kitűzsz ezt, mintha már láttad volna valahol. Nem tudod mi ez pontosan, de már láttad volna valami. Valahol. Okay. Ennyi? Aha! Okay. Mi ismerhetjük azt a kitűzőt, hogy kirakta a ruhájára? Hát figyelj, dobhatsz rá taktikát te is, hogyha szeretnél. És taktikát nincsen. Mit ábrázol akkor az a kitűző? Mit ábrázol? Nyilvesszőket ábrázol. Nyilvessző, oké. Okay. Menő. 11. De az esélytelen. Okay. Semmi gond. Sőt, bocsánat, 9, mert a minusz 2-t nem számolt meg. Easy, semmi baj. Jó, gondolom tovább indultok. Legyezem magam a legyetünk már. Melegben. Jól van. Hát a kisöreg igazándiból lekanyarodik balra, a ti utatok jobbra felvezet. És hát egy 10 perc, 15 perc kényelmes séta után kiértek ebből a kanyomból, és megpillantjátok a nagy szultán városát, Kandagot, hatalmas, nagy tornyokkal, kupolákkal, tényleg úgy képzeljétek el, mint mondjuk a középkori Isztambult, tehát hogy az akkori szaracén birodalomnak az égköve, ténylegesen. Ezt látjátok, hogy több pontjánról zene szól, amit idáig lehet hallani, illetőleg hatalmas nagy az ember mozgás. És látjátok, hogy több tábor van a város falain kívül is. Sok ilyen ékes sátorral, amelyek különböző díszítésekkel és szimbólumokkal vannak ellátva, számodokra teljesen ismeretlenek. Ahogyan közelebb mentek, látjátok, hogy a kapuknál rendes őrség van, akik azért így nagyjából nézik az embereket, de nincs olyan, hogy megállítanának, átvizsgálnának bármit is. Mint olyan, hanem borzasztó egyszerűen csak állnak, nézik, látjátok, hogyha szekér jön, akkor azért ott egy picit beszélgetnek, de az átlagos utazó teljes nyugodtsággal átengedik a kapukon. A táboroknál lehet hallani, hogy kovácsolásnak a zaja hallatszódik ki, illetőleg rengeteg tevét lehet látni. Én pórázon vezetem a kutyámat, hogy ne rohanjon oda a tevékhez. Melege van, de jól érzi magát a lakatően a blöki. Fél tőlem? A medvétől? Vagy lespanoltunk már a hajón? Gondolom lespanoltunk. Szerintem hasonló szagotok, úgyhogy jók vagytok. De hogyha én valahol oda picsodok, azt már nem mer rá picsülni. Hát ezt nem próbáltam meg. Erről nem ír a rendszer. A fenéket nem, ezt simán kipróbáltam a hajó. Tudom, hogy a kutya a vizeletten megjelölte a birtokát, és én a szag alapján érzi, hogy mekkora kutya vizelt oda. Ezt így megpróbáltam a hajó egyik felét, ezt így bejelölni, hát ha. Most mondjam, hogy dobjál vizelés, próbáld. Tudja ki az alfa hím. Nem kell. Nem kell. Jó, rendítsek. Bementek rögtön a városba? Vagy szeretnétek meg itt kint szétnézni? Szerintem jobb dolgunk nincsen, úgyhogy. Igen, azok a táborok messziről látni, hogy kik táboroznak ott? Látjátok, hogy több fegyveres őr van néhány sátor előtt. Úgyhogy igazából a logika az diktálja, hogy valamilyen fajta vendégek lesznek másik városból. Címer alapján nem ismerem fel. Nem. Alapvetően ez fontos megjegyezni, tehát Ofir azért egy eléggé elzárt társadalom. Mint olyan. Legtöbben azt se tudják, hogy hol van, mert a legtöbb északi térképen nincs rajta. Mint olyan. Úgyhogy ebből kifolyólag Ofirból származó emberekkel már találkozhattatok jó eséllyel, vagy láthattátok őket, mert északon rengeteget kereskednek, és adják el a portékáikat, de nagyobb létszámban nem láttátok még Ofirit. Illetőleg háborús veterán van közöttetek?
Nincs. Tereked még annyi fingod van arról, hogy az Ophiérikök harcoltak az északi háborúkban, de az északi királyságok oldalán. Igen. Tehát, hogy így, ami főleg érdekes, mert hogy ugye Nilfgaardtól délre van maga Ophir, és ebből kifolyólag, tehát ő így körbe ment. Az egész, tehát így, de így seregestül. Tehát, mint olyan. Amit te tudsz a mágiájukról, az az, hogy semmihez sem fogható az meg, amit te tanulsz. Ahhoz, amit ők tudnak. Mm-hmm. Úgyhogy jó esélye egy picit erősebbek, mint egy átlag északi mágus. Az biztos, hogy erősebb, mint egy birodalmi mágus, bár azt nem nehéz túllőni az ott helyzetben. Kis vakonatban lássad. Néztem, hogy valami... Egy extra kálcium! Oda egy pont, ahogy látom. Yeah. Jó, oké, rendítsek. Akkor, hogyha senkinek semmi, akkor hát bementek. Őrség teljes jogottsággal átenged benneteket. Ami elsőként nagyon fura lesz mindannyiótoknak, az az, hogy a nyelv, amit hallottok az utcákon, azokat nem értitek, de egyáltalán nem. Bocsánat, jól érzékelem a tevékből meg egyébként, hogy itt ilyen arab... Ez arab. Ez... Tehát, de hogy hőmérsékletileg is meleg van. 40 fok az alsó hangon. Jó, akkor lehet, hogy mégsem hordom azt a nagy izét, kapusznis, budgyos izémet, amit akarja a szőrös testemet, hanem félpucéran rohangálok.